napot kívánok, köszöntöm a Barázda nézőit. Drága Glamocsics mezőgazdasági miniszter a bankok és a biztosítóházak képviselőivel csütörtökön aláírta azt a megállapodást, amelynek köszönhetően hétfőtől kedvezményes kamatú hiteleket igényelhetnek a gazdák. Erről agrárhíreikben bővebben is beszámolunk. Óbecsén és Magyar Kanizsán készült első riportunkban a búza növényvédelmével, a nedvesség kívüli magágykészítéssel és a vetéssel foglalkozunk. Az Újvidéken megtartott tejnap kapcsán a tejtermelés kilátásairól szólunk, majd a Torontál vásárhelyi első idei vásárra kalauzoljuk nézőinket. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter a bankok és biztosítóházak képviselőivel aláírta azokat a megállapodásokat, amelyek a primáris termelőknek szánt támogatott kölcsönöket szabályozzák. Minden mezőgazdasági termeléssel foglalkozó családi gazdaság, mezőgazdasági vállalkozó és jogi személy kérvényezheti a kamattámogatott hitelt. Az 1-től 3 éves lejáratú, dinár alapú kölcsönök türelmi ideje 1 év. Az állattenyésztők számára a kamatláb évente 4%, viszont 6%-nyi a szántóföldi növénytermesztők, a zöldség, gyümölcs és virágtermesztők meg szőlészek számára, ugyancsak 6%-os a mezőgépek vásárlására is. A családi gazdaságoknak a kölcsön maximális összege 5 millió dinár, a földműves szövetkezeteknek pedig 15 millió dinár lehet. Az igénylési kérelmeket a jövő héttől kezdve szeptember 1-jéig lehet benyújtani annál a 13 banknál és 6 biztosítótársaságnál, amelyek aláírták a megállapodást. A hitelekkel kapcsolatos információk megtalálhatók a Mezőgazdasági Minisztérium honlapján. Több mint egy hónapos folyamatos drágulás után a gabonárak most április első hetében megállapodtak, sőt némileg csökkentek is piacunkon. Az Újvidéki terménytőzsdén a kukorica átlagos ára 17 dinár 46 para volt, ami közel 2%-kal alacsonyabb a múlt hetinél. A múlt év októberétől számított és márciusig tartó gazdasági év első felében egyébként megközelítőleg 1 millió tonna kukoricát külföldi vevők vásároltak meg, ami arra utal, hogy mind a megrendelők, mind pedig az eladók megtalálták számításukat. A légszáraz, de a szabványnál kissél magasabb nedvességtartalmú kukorica iránt meg, amit 16,5 dináros áron kínáltak, a hazai vásárlók részéről nyilvánult megfokozott érdeklődés. A búzára csak nem 1%-kal csökkent a múlt hét óta, most 21 dinár 20 para kilogrammja. A 33%-os fehérje tartalmú napraforgó szak 26, a szán műtrágya pedig 28 dinár 20 farába kerül. A világpiacon a kenyérgabonára igencsak ingadozott. A hét elején még növekvőben volt, a hét közepétől azonban csökkenni kezdett. Ugyanitt a kukorica ára, egyrészt a megcsappant tartalékok miatt, másrészt viszont a takarmánygyártók részéről megnyilvánuló nagy kereslet folytán emelkedőben van. A budapesti tőzsdén a búza májusi leszállítással 3,5, a kukorica meg szintén májusi leszállítással 2%-kal megdrágult. Párizsban viszont fordított a helyzet. Ott a kenyérgabona májusi leszállítással több mint 2%-kal, a kukorica pedig 1%-kal olcsóbb lett. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter hétfőn aláírta azt a szabályzatot, amellyel az aflatoxin szintjét július 1-től visszaállítják az európai szintre, azaz a kilogrammunkénti 500 mikrogramra. A tárcavezető kijelentette: a tej egészségügyileg az előző időszakban is biztonságos volt. Felhívta a takarmánygyártók és tejfeldolgozók figyelmét, tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy a jövőben az aflatoxin szintje ne lépje túl a kilogrammonkénti 0,5 mikrogramot. Angol Bizon motorolaj. A
Az árutermelő családi gazdaságok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy megfelelően végezzék el a talajelőkészítést, annak érdekében, hogy zavartalan legyen a kukorica és a napraforgónak a kelése. Tótfaluban Vajdái gazdaságában egy ilyen 5 méter szélességű frakomb magyarországi gépet használnak erre a célra. A gép részleteiről a gazdát kérdeztük. Ez a gép egy nagyon egyszerű a beállítási módja neki. Elsősorban a traktor hidraulikájával kezelem a rúdnak a magasságát, azért, hogy a gép teljesen függetlenül tud üzemelni a traktortól. Tehát a mélységet, amit beállít az első kapamező, ami van, ezt arra mélységre állítom általában, ahova majd a kukorica mag kerül. Tehát azt az alap mélységet megadjuk neki, hogy az biztos a mag a nedves földbe fog kerülni, és nagyon jó magágyba. Utána van egy símító sor, ami ha van egy kis rög, de ebben a földben ez nem található, tehát nincsenek ilyen pupuk, el tudja símítani. Az első kerék, ami tartsa az egész gépnek a mélység tartását, ami nagyon egyszerű a beállítása, itt ez egy egyszerű állítható karral adjuk meg a mélységet, ami most körülbelül olyan 3-4 cm mélyen dolgozik maga a kapamező. Az első kapasor egy picit mélyebbre van engedve, azért, hogy a magágy azt ténylegesen el legyen készítve. Ami még nagyon fontos, van itt egy utósímító, ami a kapamező után keletkezett egyenletlenségeket el tudja eligazítsa, és ez a úgynevezett gumihenger egy gyönyörű magágyat hagy maga után. Ez a gumihenger annyira visszatömöríti ezeket a rögöket, hogy már magától a naptól, ha csapadék nincs is, akkor is szépen elsimul és egyenletes kelés, úgy a gyomok, mind a kukoricánál, vagy a naprafogónál. Mivel egyöntetű a kelés, a növényvédelem sokkal könnyebb, meg egyszerűbb elhelyezni. Négy és fél tonna maga a gép súlya, így ahogy itt lássuk így készen, munkakészen. És azt jelenti, hogy annyira jó el tudja ezzel az ön súlyával bármilyen magágyat. Tehát az ember, ha direkt szántása is megy rá, egy menetben el tudja készíteni a talajt vele. Nagyon fontos nála az előbb elmondottak, az első kapamező sor, tehát ha netalán már tömörödött a talaj, azt akár 15 cm-re is be lehet állítani, tehát ha szükséges rá. De ha nem, akkor arra a szintre, hogy megőrizzük a nedvességet, tehát mindig oda, gyakorlatilag ezt a gépet a nedvesség megőrzésére találták ki. És azt mindig arra a mélységre kell állítani, hogy az ne száradjon tovább a talaj, nem is bír, mert az a hátsó henger az elvégzi a maga munkáját azzal, hogy nem szárad ki a talaj utána. Önök hogy állnak különben a tavaszi vetéssel? Mekkora területen szándékoznak napraforgót és kukoricát termeszteni, és hát ebben a nehéz anyagi helyzetben hogyan teremtenek ehhez eszközöket? A cukorrépa vetése után rögtön rámentünk egy buza védelemre, olyan értelemben, hogy megkapta az első gombabetegség elleni védelmet, plusz kapott egy olyan 30 kilónyi tiszta nitrogént permetezővel kiuttatva, mert már egy pár éve ezt kipróbáltuk, és ez nagyon jól működik, mivel ennyire kevés a csapadék, ennek sokkal nagyobb a hatása, nincs veszteség. Most egy 4-5 nap múlva egy újra megy még egy adag a buzának, mert a növényvédelem az most olyan 55-60 napra biztosítva van, tehát a betegség elleni védelme. Úgyhogy még egyet kell adni, és bízunk benne, hogy a buzán túl vagyunk. Most készítsük a kukoricának a földeket. Kukorica lesz egy olyan 35 hektár körül. Most kezdjük vetni, hát az ember terhelésre, még amit egyrészt itt készpénzre termeli, hosszú távú szerződéssel dolgozunk együtt az Agrocentrum Becsével, és tőlük hozzuk a reproanyagokat minden szinte, és ővelük úgy a napraforgó kukorica, műtrágya, minden ilyen, ami a nőnek szüksége van, és meg is adunk neki, hát ha nem adjuk meg neki, akkor sajnos termést se várhatunk. Az említett Óbecsei Földműves Szövetkezetben a hét elején nagy volt a sürgésforgás. Ki szerződést kötni, ki műtrágyát vinni fordult be a tanyára. Láthattuk, annak ellenére, hogy az állami támogatás részletei még ismeretlenek, fennakadás nélkül folyik a munka.
Az eddigi tapasztalatok alapján tudjuk azt, hogy a rendelet megjelenés és a rendelet tolmácsolása közötti időszakban az emberek igen kellemetlenül érzik magukat. Mi erre úgy készülünk föl, hogy minden lehetőséget, amely áthúzná az emberek számítását, latba vetünk, és úgy alakítjuk ki a majdani támogatási rendszer szükségleteit, hogy a termelést megelőlegezzük, mindenki számlát kap, és mindenféle számlákkal ellátva, fölfegyverkezve készülnek a rendelet tolmácsolására. Mit tudnak itt beszerezni önöknél? Mit kínálnak? A tavaszi vetésre szinte minden fogyóanyagot kínálunk, kezdve a műtrágyáktól befejezve vegyszerekkel, vetőmagokkal, és ezt mind megfelelő árakon, amelyek őszi fizetésre alkalmasak, vagyis alkalmazandók, ellenben a költségeket nagyon visszafogjuk, úgyhogy az azonnali fizetési árakat alkalmazzuk őszi fizetésre. Tehát ezt úgynevezett terményből való törlesztésnek nevezzük, és a terményből való törlesztésnek a módszere a tisztességes termelőknél az egyik legmegbízhatóbb módszer, ugyanis akkor már van miből, és a készleteiket nem kell az utolsó dinárig, vagy az utolsó euróig elkölteni, ha ne adj Isten másra is szükségük lenne menet közben, tehát időközben, míg a termésben nem takarítják, tudnak rendelkezni a pénzükkel, és relatív kis kamatlábakkal, kis költséggel, ugyanis a pénz is áru, és a pénzt, mint árut megpróbáljuk minél kevesebb költséggel a termelők rendelkezésére bocsátani. Hogy mennyi lesz a visszajuttatás ebből az elköltött pénzből, illetve a megkapott számlának hanyad része fogja a termelőt illetni. Ezeket a részleteket még nem tudjuk, de azt már tudjuk, hogy hiteles számlát kell kiadnunk, fiszkális szallagot és a mellé megfelelő kísérő dokumentációt, tehát azzal ellátjuk a termelőt, tehát biztonságban kell, hogy érezze magát. Az Agrocentrum Földműves Szövetkezetben idejekorán elvetették a cukorrépát, amely már szépen sorol. A munkát egy újonnan beszerzett olasz pneumatikus géppel végezték. A MÁG cég Preciza XLB szériájáról van szó, amelyik 12 vetőtaggal rendelkezik. Elsősorban apró magvak és cukorrépa vetésére fejlesztették ki, de szója és kukorica vetésére is használható. Novitet novoj samoj seljici. Az újdonság ezen a vetőgépen magának a vetőelemnek a kivitelezése. A többi géptől eltérően a vetőelemház belső része együtt forog a vetőtárcsával. A maglesodró is egyedi kivitelezésű, és a vetőelemházban helyezkedik el. Beállítható, hogy milyen szögben sodorja le a magot. A mag esési ideje rövid, és ezáltal pontosabb a vetés. A tárcsa 4 helyen rögzül a ház műanyag belsejéhez. Ennek a megoldásnak köszönhetően rázós helyzetekben sem esik le a vetőtárcsáról a mag, és pontos marad a vetés. Fontos dolog még, hogy a vetőgép járókereke és tömörítő kereke közötti távolság relatív nagy, 1 méter 18 cm. A paralelogramma, tehát a vonószál is jó hosszú, és ezáltal a vetőegységek pontosabban követhetik a talaj felszín változásait. Mindez gyorsabb haladási sebességet, egyforma tőtávolságot és egyenletes mélységű vetést szavatol. Az elhasznált vetőmag mennyiséget szenzorok felügyelik, az érzékelők a fülkében elhelyezkedő számítógéphez továbbítják az adatokat arról, hogy mennyi mag hullott ki, folyó és négyzetméterenként egyaránt. Amennyiben valamelyik vetőtag nem megfelelően üzemel, az érzékelő jelez a vezetőnek. A vetőgép még egy fontos eleme a vákumcső, amelyből egyforma hosszúságú bordázott csövek vezetnek a vetőelemekhez. Így módon mindegyik elemen a vákum ereje egyöntetű, és az összes vetőtag egyformán teljesít. A cukorrépa vetésekor 10 méterenként vizsgálták a gép munkáját, és megállapították, hogy a jól előkészített talajba 92%-os pontossággal végezhették el a munkát. Hát a tavaszi vetés a répa vetésekkel kezdődött, és a mustár vetésével, ugyanis az alternatív növényekből is vetettünk néhány, azt mondom, 20-30-50 hektár, tehát nem lényeges, ellenben kipróbáljuk azt is. A répa vetésen keresztül pedig folytattuk a vetést, és a napokban el fogjuk kezdeni, ha ma kedd van, akkor szerda csütörtökön el fogjuk kezdeni a szóját és a napraforgót is. A talajlakó kártevők és a barkó támadását egyidejűleg úgy tudjuk kivédeni,
hogy forszal, vagyis hát egy ilyen talajfertőtlenítéssel már a bemunkálás időszakában alkalmazott módszerrel védekezünk. A germinátorra, vagyis hát az utolsó finalizációs bemunkálás ideje alatt rászerelve egy forsz, illetve védelmi kiszóró mechanizmust, egyidejűleg elvégezzük a föld finál bemunkálását, az utolsó bemunkálását vetés előtt, és kiszórjuk a megfelelő védelmi mennyiséget, amely a későbbi védekezést fogja biztosítani. A talajlakó kártevők ellen is, és egyidejűleg a barkó ellen is. Ugyanis a kipárolgás, amely az egész területen történik a földből, ez a kipárolgás mérgezi, illetve távol tartja a barkót is, illetve szinte mondhatnám, hogy kivégzi a talajlakó kártevőket. Az Agrocentrumban a hét közepén fejezték be az olajrepce és a kalászosok növényvédelmét, meg foliáris tápanyagutánpótlását. A Quality fajtájú búzában egy több funkciós, hidas szerkezetű önjáró permetezőgépet használtak, amelyet később a kukorica és a napraforgó növényvédelmében is alkalmazni fognak. A tejtermelés helyzetéről és a várható változásokról tartottak rangos szaktanácskozást a múlt szombaton a fennállásának 60. évfordulát ünneplő Újvidéki Mezőgazdasági Karon. A tejtermeléssel foglalkozó gazdák nagy számban jelentek meg a tejnapon, hogy első kézből tájékozódhassanak az agrártárca terveiről és az uniós közeledéssel járó várható változásokról. Minden esetre, hogy valamit tanulunk, mert az a helyzet, hogy ebben az EU-ban mindig jobban-jobban ijeszgetnek bennünket, habár én személy szerint ott tartunk mi már, ahon az EU tart, csak őket másképp támogassák, és gépezetileg vagyunk elmaradva tőlük, hát én szerintem nem kell nekünk attól félni, vagyunk mi már olyan tiszták is, meg okosak is, mint az EU-ban, csak ők másképp vannak már anyagilag motiválva, másképp állnak anyagilag, és úgy néz ki, hogy nekik jobb. Mennyire tudják a hazai tejtermelők érvényesíteni az érdekeiket például az árban a felvásárlók és a tejgyárakkal szemben, akik ugye egységesek? Na hát mink abban egyáltalán bele nem szólhatunk, mert ugye a vizsgálja az Újvidéki Egyetem a tejünket, vizsgálja a Szabadkai Institút a tejünket, de az árát még mindig a tejgyár szabja meg, az, amit ő megvizsgál, az az igazi. Azért jár a pénz, annyi a tejzsír, annyi a protein, úgyhogy ez nem mi tőlünk függ. Milyen változásokat szeretnének a tejtermelők? Hát szerintem az, hogy a földolgozó iparra egyaránt legyen jövedelmünk, nem mindig a földolgozó ipar tud engem elhordani, farmlátogatása, minden egyszerűen, már én szeretném meginni magamon a földolgozó ipart, csak ahon nekem annyi pénzt kék, hogy adjanak. Adottságai alapján a tejágazat, a szerbiai mezőgazdaság és a vidékfejlesztés gerincét alkothatja a jövőben, hangsúlyozta a rendezvényen Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter. Az Európai Unióhoz történő közeledés további távlatokat nyit a tejtermelés növelésében. Ehhez azonban megfelelő adminisztrációs rendszert kell felállítani, és be kell vezetnünk az uniós szabványokat a farmokon, meg a tejfeldolgozás és a forgalmazás területén. A rendezvényen a legjobb tejhozamú, ellenőrzött állománnyal rendelkező tejtermelőknek átadták az aranycsengő díjakat. A szimmentáli típusú tehenek kategóriájában a muzsiai Csorba Péter vehette át a díjat. A kecsketenyésztők közül pedig a magyar kanizsai Pohota Farm érdemelte ki ezt az elismerést. Elsősorban ez egy tényleg egy nagy elismerés a közel 20 éves kecsketenyésztői munkánknak az elismerése, mivel tényleg először csak mint hobbi szinten kezdtünk a kecskével foglalkozni a nehéz 90-es években, és aztán végül is ebből kialakult egy tenyésztési program. 2000 óta próbáljuk már tiszta vérvonalban tenyészteni az alpesi kecskéket, és most sikerült ezt az eredményt elérnünk és az elismerést megkapnunk. Az Európai Unióban hozzávetőlegesen 1 millió tejtermelő gazdaság működik. A farmok száma évente 3,5%-kal csökken, a növekvő tejhozam azonban kompenzálja a kieső egyedszámot, mondta a szaktanácskozáson Alexander Anton, az Európai Tejipari Társulás főtitkára. Egyes gazdaságok azért szűnnek meg, mert a tulajdonosok kiöregedtek,
a fiatalok pedig nem kívánnak tejtermeléssel foglalkozni, vagy pedig nagy beruházásokra lenne szükség, amit már nem hajlandóak vállalni. Anton dinamikusnak nevezte a szerbiai tejipart, amely megtalálja majd a helyét az Európai Unióban. Szerbiában az elkövetkező időszakban stabil tejtermelés várható. Az uniós csatlakozás időpontjában, vagy azt megelőzően csökkenhet ugyan a farmok száma, vagy a tehénállomány nagysága, a tejtermelés egésze azonban növekedni fog. Kiemelném, hogy a tejágazat határozza meg az egyes tájak képét. Különösen igaz ez a kevésbé fejlett vidékek esetében. Ha tehát önök fejleszteni kívánják a vidéki gazdaságot, és helyben szeretnék tartani a fiatalokat, akkor ehhez fejlett tejipart kell létrehozniuk. Horvátország uniós csatlakozásának időpontja egybeesett az európai tejpiaci válsággal. Ezért nyugati szomszédainknál akkor 20%-kal csökkent a fejüstehenek száma. Tejtermelőink 2008 és 2009 folyamán a különböző operatív programok keretében jócskán eladósodtak. Sokan sikeresen használták fel a hiteleket, megnövelve ezáltal a saját termelésüket. Az európai tejpiac egészére kiterjedő keresletcsökkenés hatása azonban őket is utolérte, ezért a termelés visszaesett. Nálunk a tehenenkénti tejhozam is viszonylag alacsony még, ezért növelnünk kell a termelékenységet. Míg az Európai Unió országaiban általában egy hektár termőföldre egy fejőstehén jut, Szerbiában ez az arány ötször kisebb. Ezért arra kell törekednünk, hogy az uniós csatlakozás során se csökkenjen a fejüstehenek száma, hangsúlyozta az Agrártárca vezetője. Nekünk párhuzamosan kell növelnünk a termelékenységet és a tehénállományt. Más államokhoz viszonyítva ugyanis nálunk nagyon kicsi a földterület hektárjára átszámított tehén létszám, miközben az öntözéses gazdálkodásról beszélünk. Megfelelő létszámú jószág nélkül termőföldjeink minőségét sem tudjuk megőrizni. Nekünk tehát egyidejűleg kell dolgoznunk a tehénállomány növelésén és a tejhozam fokozásán. Felmerül persze a hazai piac telítődésének a kérdése is. Többet kell dolgoznunk a kivitelen, az új piacok feltárásán. Például egyetlen szabályzat módosításával lehetővé tettük az iparilag előállított kajmak külföldi értékesítését. Bizonyos vizsgálatok szerint évente 20 ezer tonnát lehetne belőle exportálni, amivel az ország 2-3 havi nyers tejtermelését vonhatnánk ki a piacról. Ez a tehénállomány újabb bővítésére nyújtana lehetőséget. Már régóta csináljuk, hát mit mondjak? Költségek vannak, mindig nagyobbak, többek, a tejár az marad egyelőre. Hát most az a monopól a helyzet van, hogy lassan ott leszünk, hogy örülünk, hogy átveszik, hogy nem tudunk sokat beleszólni az árakba, mivel két földolgozó van a Szerbiában, és ők monopól tudnak tartani, hogy ezt mind a ketten megbeszélik, és ők könnyen tudják elhatározni, hogy ez lesz a tejár, vagy így. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd. A néhány tehenet tartó kistermelők lassan kibuknak a sorból. Ön szerint mekkora volna az a méret, ahol már vers, ahol meg tudnak maradni nagyobb támogatás nélkül és önerőből a termelők? Hát szerintem az az 50-60 tehenet, aki meg tudja tartani, max. 100-ig, azok egy ilyen nagyobb családi gazdaságok, mert nyugaton is azok működnek. Nem a 4-500 tehén, azzal már az nem családi, az már ipari termelés, és ahhoz nincs elegendő föld. Az a gondunk, hogy kapunk állami földet, de 1-3 éves szerződéseket mindig újítani, mindig másik parcellát, tehát nem tudunk pontosan beruházni, hogy na most tudjuk, hogy 10 évig vagy 20 évre kapjunk egy 100-200 hektáros területet, és akkor azzal tudnánk ugye tervezni. A mezőgazdasági miniszter a tejnapon bejelentette, hogy a meghirdetésre kerülő kedvező hitelekre a jövőben folyamatosan számíthatnak majd az állattenyésztők, mivel az ehhez szükséges pénzt a még 2005-ben kiosztott kölcsönök megfizetetéséből teremtik elő. Azaz minden rosszban van valami jó is. Még egy kedvező hír a tejtermelők számára. Befejeződött az Újvidéki Országos Tejlaboratórium felszerelése. Így júniustól a tejár megállapításához szükséges minőségi mutatók vizsgálatát is megkezdik majd a felvásárlóktól független intézményben. A Torontál Vásárhelyi Vásár vidékünk egyik legnagyobb múltra visszatekintő ilyen jellegű rendezvénye. Az akkori Debrecen 1873-ban rendezték meg az első vásárt, amelynek a krónikások szerint 15 000 látogatója volt.
A környékbeli gazdálkodók számára manapság is fontos találkozóhely a Debrecsei vásártér. A múlt pénteken az azért elhullott eső ellenére Vajdaság egész területéről Torontálvásárhelyre sereglettek a kisiparosok, az állat- és gépkereskedők, hogy részt vegyenek az első idei vásáron. 10 óra tájban a szerencsésebbek már túl voltak az első üzletkötésen, míg mások az árujuk mellett állva várták az érdeklődőket. Ez az üsző egy révújfalui gazdaságban éli majd ezentúl a mindennapjait, miután új gazdája leszámolta érte a 620 eurós vételárat az előző tulajdonos tenyerébe. Vlasztimir Atalaszkovics gazda a közeli cserépaljáról érkezett. Mint mondja, a vásár előnye, hogy minden egy helyen megtalálható, az áru minősége megbízható, igaz, nem sokkal olcsóbb, mint az üzletben, de a bolttal ellentétben itt alkudni is lehet, meséli a földműves, aki ezúttal két borjút kínált eladásra. A borjakért egyenként 550 eurót kérek. Törzskönyvezve vannak, ígéretes tájhozamú üszők. Hány kilósak? Megvan bennük 200 kiló, vagy még ennél is több. Maradt belőlük otthon is? Persze, 15 tehenet tartok, és van még egy nagyobb üszőm. Olyan 300 kiló körüli. A bikákat már eladtam. Nehéz-e a szép borjúért megfelelő árat kapni? Bizony nehéz. Pedig aki ezeket megveszi, amikor megellenek, az államtól 20 ezer dináros támogatást is kap majd utánuk. Voltak érdeklődők. Milyen a mai vásár? Sok a látogató, de úgy látszik nincsen pénzük. Kevesen vásárolnak, én legalábbis nem láttam. Már mindenki hazafelé készülődik. Az urdini Szima Puja 5 bikaborjút szeretett volna vásárolni, ám úgy döntött, vár még egy kicsit, mert sokalta az árakat. Mint mondta, a borjúkereskedelmet a viszonteladók uralják, akik rövid idő alatt többet akarnak keresni, mint a tenyésztő az egyéves hizlalás során. A mezőgép kínálatban mindenki megtalálhatta a zsebének megfelelő választékot. Volt itt jól karbantartott 40 éves vetőgép, de korszerű nehéztárcsa is, amelyet az Újvidék melletti Csenerről bontottak el Debrecenre a jó üzlet reményében. A csantavéri Kovács Újhely minél kínálatra érkezett a Torontálvásárhelyi vásárra? Nagy részt ekekapaéleket és ekevasakat hoztunk. Magágy előkészítőre lándzsákat, aminek most van szezonja. Milyen az érdeklődés? Érdemes volt eljönni? Hát közepes gyér az érdeklődés, komolyabbra. Az eső is gondolom, közbeszólt meg a pénztelenség is. Mennyire fontosak ezek a vásárok, mint értékesítés lehetőség a kisiparosok számára? Nagy rész reklám jellege van ennek, reklám ereje. Egyre kevesebbet vásárolnak. Átveszik a helyiket a futárszolgálatok is. Az ilyen jellegű értékesítés. A laci konyhák és a vendéglők a vásár elmaradhatatlan kísérői. Míg egyesek a kellemes, csöndes környezetet kínálták vendégcsalogatóul, mások a trombitásokra bízták a toborzó munkát. Hazaindulás előtt a cukrászok sátraihoz látogattak a vásározók, hogy az otthon maradt családtagoknak is vegyenek valamilyen vásárfiát. Hát most mind az első vásár ebbe a 2014-ben egészen tűrhető volt. Érződődött az, hogy az emberek pénztelenségben szenvednek, de minden gyereknek a számára igyekszünk, hogy megnézzük olyan árat, ami nem olyan nagy koribilis, hanem olyan, hogy gyereknek a kis bukszájába beleférjen a 10 dek, a 20 dek, a cukorka, ami a gyerekeknek boldogságot hoz, és azt a boldogságot nem tudja senki is elvenni tőlük. Mint magánember számára mit jelent, milyen élményt jelentenek a vásárok? Hát tudja, vásárok egy legszebb, amit az ember meg tud
meg tud tenni magának, hogy kimenjen, hogy itten találkozik sok ismerőse, találkozik egy régi hagyományokkal, találkozik sok újdonságokkal. Úgyhogy hát vásár, mint vásár mindig is volt, hogy valami, amikor az ember elmegy, felengedi magát, egyet sétál, valamennyit vásárol, és a búcsúfiát csak nem felejti el, hogy megvegye, mert a szokásos csak szokás. Ennyit készítettünk már újabb barázdával, benne többek között állategészségügyi és gyümölcstermesztési témákkal. A jövő vasárnap a szokás időpontban jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!